Sziasztok! Nem olyan rég ért véget az első Zoom konferencia dubai esemény után, és szerencsére voltak olyan információk, amiket nem sikerült megszereznem még a konferencia alatt, vagy azt követő időszakban, úgyhogy érdemes lesz megnézni ezt a videót. Úgyhogy kezdjünk is bele! Kérlek, most olvasd el ezt a figyelemfelhívást, és csak utána folytasd a videó lejátszását. Köszönöm. Jeremy szokásához híven egy prezentációval készült, és az első lapon láthatunk egy mondást, amit a Dubai eseményen is felhoztak, és ezzel kezdték az esemény. Sokkal többre vagyunk képesek annál, mint amit hiszünk magunkról, és ezért nem szabad megállni ott, ahol gondoltuk, hogy ameddig elér a határunk, és én úgy gondolom, hogy a DAISY projekt próbálja a határait folyamatosan feszegedni, és egyre nagyobb, egyre többet szeretne a tagjainak adni. A változások azok általában is szándék szerint mindig olyanok, hogy ne vegyenek el valamit, ami eddig volt, hanem ha valami el is tűnik, egy olyan jön a helyébe, ami több, jobb profitot, lehetőséget ad a tagoknak. Nézzük is, hogy mi történt. A Momentum csomagoknak a vásárlási idejét kibővítették, és itt az első olyan plusz információ, ami eddig nem volt tudott, és ez szerintem egy nem annyira jó dolog. Itt azt írja, hogy a 80%-át tudjuk berakni az élő kereskedésbe. Miért 80%? Ugye, hogyha Tier 3-tól vásárolsz Momentum csomagot, és eddig nem volt Tier 3-adok, ugye 70% megy a kereskedésbe, és ha veszel még egy Tier 3-at, akkor 90%, és a kettőnek az átlag az 80%, tehát olyan, mintha mind a kettőt 80%-kal betett volna, hogy hát 80%-a menne a kereskedésbe. Ugyanez érvényes a 4-es csomagra is, és ami fontos az, hogy a mai nap, holnap, nem tudom, hogy hétvégén dolgoznak-e, de ez a lehetőség, hogy nem csak egyszer tudod a Tier 3-at és a Tier 4-et megvenni, ez rövid ideig lesz csak. Tehát egyszer tudod megvásárolni a Tier 3-at és a Tier 4-et a változtatás után, jelen pillanatban még akárhányszor meg tudod venni, és ugye a végtelenített, vagy bár akárhányszor megvehető Momentum csomagokhoz az 5-ös szintől vannak, és a fölött, és ez május 31-ig fog élni. Akkor ugye, amiről már beszéltünk, hogy kombó csomagot lehet kezdeni, tehát egy kripto egy forexes csomaggal, és a harmadik szinttől kapunk csak Endotech részvény opciót. Változtatásokkal azt szeretnék elérni, hogy mindenki a lehető leghamarabb az 5-ös szintre felfejlődjön, mindenki ott kezdi el igazából megérezni az erejét a rendszernek. Aztán a következő rész az a Dr. Anna Beckeré volt, amit én mindig nagyon szeretek, várok és élvezek. Gyakorlatilag itt egy ilyen kis vizuális megjelenítése van a több mint 40 AI szakértő vagy expert, ahogy ők hívják, láthatunk. Ezek ilyen algoritmus-szerű dolgok, és itt láthatjátok, hogy mennyi mindent elemez, és mennyi minden dolog van, amire figyel az új verzió, jött talán 20-as vagy 20.1-es verzióról beszélt a dokinő. A lényeg az, itt alul mutatnám ez a sideways move, tehát az oldalazási piacot kihasználó algoritmus, illetve az olyan oldalazó, ami enyhén fölfelé ívelő és szűkülő, úgyhogy mindenre próbálnak gondolni, tesztelés alatt van az új verzió, gyakorlatilag minden héten, minden nap próbáljának faragni rajta, a bevezetés az hamarosan megtörténik, és remélhetőleg el tud indulni a kriptó, mesterség és intelligencia is olyan magaslatokban, mint ami a decemberi, januári szinten volt a Forex. Aztán itt a Builders és Achievers poolokkal kapcsolatban, amit már az előző videókban is említettünk, hogy május 31-ig lehet kvalifikálni magát az embernek, hogy a Builders poolnál, ami állandó részesedés, tehát hogyha 3 egymás kötő hónapban csinálod meg a teljesítményt, azok számítanak csak, ami azt fogja eredményezni, hogy a jelenlegi, nem tudom, több száz vagy akár 1000 részesedés le fog jelentősen csökkenni, tehát a Builders pool is nagy lesz, és elképzelhető, hogy az Achievershez hasonló méretű vagy mértékű lesz, és az is több ezer dollárt fog tudni kifizetni, nem idézőjelbe csak néhány százat, mint most, és ugye ez 2024 május 31-ig fog fizetni, és hogyha ez lejár, akkor majd itt láthatjátok alul, hogy új
poolok lesznek bejelentve, és új bónuszokat lehet majd szerezni. Aztán itt lehet látni a gyűrűt, illetve ezt a díjat, ami kristályból van, tényleg nagyon impozáns és szép. A gyűrű az fekete gyémántból is van, a fekete rész az fekete gyémánt. Itt nem lehet látni, de zölddel van egy ilyen oszlopdiagram benne, tényleg egy impozáns gyűrű, és hogyha május 31-ig megcsinálod, vagy kvalifikálod magad pacesetteresre, ugye akkor gyűrűt kapsz, hogyha valamelyik Achievers díjra, akkor pedig ezt a kristály díjat fogod megkapni. Oké, és a következő nagyon fontos dolog, ugye a crowdfundingból, azaz a közösségi finanszírozásból egy ilyen finanszírozási modellbe megyünk át, amilyen hedge fundnak nevezhetünk. Gyakorlatilag az egész világon lehessen használni, és nyugodtan, mint befektetés lehessen megnevezni, akkor már nem lesz probléma az, hogy az auditor cég nem akarja, hogy a nevét összekössük a céggel. Itt igazából a KYC-s dolgok is közbejátszanak, illetve a hatósági különböző szabályozások, ami miatt nem szeretné az auditor cég, hogy a neve össze legyen kötve egy olyan céggel, ami MLM gyakorlatilag. Ugye sok országban nem annyira kedverik hatóságügyileg, és gyakorlatilag ezen dolgoznak, és júniustól szeretnék egy új modellel kezdeni, egy kicsit átalakulva, egy kicsit módosítva az egészet tovább működni, de a módosítások azok minden esetben arra irányulnak, hogy a tagoknak jobb legyen. És itt a sokszor föltett kérdések, amik igencsak fontosak, az egyik az, hogy a tovább is tudunk-e a kereskedésből nyerességet, profitot szerezni, hogyha hedge fund leszünk, válasz igen, és magasabb százalékkal lehet a kereskedésben részt venni, és ami itt nagyon fontos, hogy ez a tier rendszer ez átalakul, vagy megszűnik, vagy valami módosuláson megy át, és gyakorlatilag bármilyen összeggel be lehet szállni, ami azért lesz jó, mert hogyha van, mit tudom én, 1200 dollárod, akkor nem kell a 3-ast is és a 4-es szintet is megvenni, hanem gyakorlatilag az 1200 az egybe betolhatod, és akkor itt mind a trón költséget tudod csökkenteni, mind százalékosan több mehet bele. Most, hogy ez a százalék mennyi lesz, azt nem tudom még. Itt kérdezi az, hát ez az elsőhöz hasonló, ja nem, az első az, hogy be lehet-e fizetni pénzt, a második az, amit az előbb mondtam, hogy lehet-e a kereskedésből profitot szerezni, és természetesen igen, mind a kereskedésből, és mind az ajánlói rendszerből származóan, mind aki befizetett, mind aki ajánlotta az emberkét, ő is keres a kereskedésből. Ugyanúgy ki lehet venni pénzt a kereskedésből, hogyha hedge fund leszünk, mint a jelenlegi állapotban. Igen, minden kikérés és kifizetés ugyanúgy folytatódni fog. Ugyanúgy lesz azonnali jutalék, az ajánlói bónusz és Matrix bónusz is. Ez a hedge fundos hozzájárulás személyes ajánlói bónuszt az tartalmaz. Lesz egy azonnali, mint most az 5%-os jutalék, de nem fogjuk használni a Matrix modellt. Egy másik modellt fogunk használni, lehet, hogy ez az MLM rész ez megszűnik, és egy szintes dolog lesz, ami szerintem jelentősen meg fogja könnyíteni a hedge fund alakulást és a hatósági megfelelőséget, úgyhogy ez, hogy hogyan lesz, azt nem tudjuk, de majd a jövőben erről is fogunk információkat kapni. A jövőben is az Endotech cég fog nekünk kereskedni, hogyha hedge fund leszünk, és azt mondja, hogy igen, a mesterséges intelligencia is fog nekünk kereskedni, de lesz egy profi kereskedő csapat, aki is fog nekünk kereskedni, tehát mind a kettőt fogjuk használni. Az, hogy ugyanazon a piacon fognak-e kereskedni, vagy nem, azt nem tudjuk, de lehet, hogy különböző piacokat céloznak meg. Az Endotech részvényopció csökkenését bevezetek február 21-el. Az 1-es és a 2-es szint után nem kapunk egyet se, a 3-as szintől kapunk egyet, és akkor 4-esnél 2-t, 5-ösnél 4-et, és így tovább. Jó, és akkor vezetői esemény lesz Tájföldön, decemberben, február 20 és augusztus 31-én lehet kvalifikálni magad. Mindent fizetnek az utazással kapcsolatban és az ott léttel kapcsolatban. 5 millió USDT összesített csapat volumen kell hozzá. Az, hogyha a Matrix rendszer megszűnik június 1-en, akkor ezt nem tudom, hogy augusztus 31-ig azzal hogyan lesz, de biztos erre is gondolnak, és ugyanúgy van,
hogy az 50%-os szabály alkalmazható, tehát egy ember befizetése maximum 2,5 millió dollárig van. Dézi esemény lesz Európában Budapesten, illetve Japánban Tókióban, szeptemberben, illetve októberben, és ami megint egy nagy hír, Észak-Amerikában is lesz Dézi esemény, ami ugye azért fontos, mert Amerikában különösen durvák a szabályozások kriptóval és egyéb dolgokkal kapcsolatban, és ugye ez is csak a hedge fundos verzióban életképes, és hogyha Amerikában is lesz esemény, amerikaiak is csatlakozhatnak, akik ilyen pillanatban ugye nem csatlakozhatnak, tehát az USA-ból nem csatlakozhatnak emberek, akkor az megint egy óriási bizonyíték arra, hogy itt ez valós üzlet, legális üzlet, a szabályok, jogszabályok betartásával működő dolog. És akkor végezetül még annyi, hogy jövő hétre ígérnek egy részletesebb liquid prezentációt, igazából túl sok plusz információt nem mondtak el ezzel kapcsolatban. Itt talán annyit, hogy a Jeremy, nem tudom, hogy ezt így akarta vagy nem mondani, de azt mondta, vagy legalábbis én azt értettem, hogy az alsó három csillagos pool, ami ugye abba azzal lehetett részt venni vele, hogy lekötöttük a Daisy tokenjeinket tavaly január-február magasságába a Liquid projektbe 2 évre, illetve amikor a Forex vásárlási lehetőség megnyílt 21 október, november magasságában, hogyha, és illetve decemberben, hogyha akkor vásárolt az ember, akkor is részt vesz ebbe a Forex-esbe, illetve hogyha a következő év januárjában levő Coca-Cola-s Daisy eseményre elment Dubajba az ember, akkor is egy poolban részt vett, tehát 4%-ot lehet a totál bányászott profitból részesedni, úgyhogy ez már állítólag működik, és a jövő heti prezentáción látni fogjuk, megmutatják, hogy hogyan lehet ezeket a profitokat realizálni és kivenni, hogyha úgy akarjuk. Úgyhogy ennyi lett volna, volt 3-4 nagyon fontos új információ, köszönet érte a Jeremynek, és nagyon várom a jövő heti likvides, részletes prezentációt, jelen pillanatban annyira nem vagyok felizgulva a likviddel kapcsolatban, de lehet, hogy akkor új információk lesznek, ami ezen változtat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!